teljes körű felújításon esett át a Pécsi Gyermekgyógyászati Klinika. Az ünnepélyes átadón elhangzott, hogy egy közel 100 éves épületben működik a legkisebbek kezelése. Most a tüdőgyógyászati osztályt újították fel, így 21. századi körülmények fogadják a gyermekeket és szüleiket. 350 négyzetméter felület, ahol most elhelyezkedik a tüdőgyógyászati osztály. Itt már tényleg a rémülten bejövő anyukák a gyermekeikkel olyan elhelyezésben részesülhetnek, ami Európában is azt a minőséget mutatja, hogy valójában mi is most már a fejlett európai régiókhoz tartozhatunk. A felújításra annak köszönhetően nyílt lehetőség, hogy 2018-ban összevonták a gyermekklinika, valamint a szülészeti és nőgyógyászati klinika koraszülött ellátását. Így a József Attila utcai épületben elkezdődhettek a munkálatok. Közel 100 millió forint nagyságba meg tudtuk valósítani ezt a fejlesztést, ahol tudjuk biztosítani nagyon modern körülmények között a megye, a régió, sőt régión túli vonatkozásokban is kisgyermekeknek a megfelelő progresszív ellátások között történő ellátását. Az új osztályon 7 kórteremben 19 ágyon tudják fogadni a betegeket. Szellősebb terek és barátságosabb környezet fogadja a pácienseket. Egy olyan környezetben, ahol magától értetődik, hogy a betegágyaknál ott van az oxigén, a sűrített levegő, ha kell, akkor a szívókezeléshez szükséges vákum, ahol a kórtermek egy jelentős részében az édesanyát úgy tudjuk elhelyezni, minthogyha kicsit szálloda jellegű körülmények között lehetne együtt a gyermekével. A Dél-Dunántúl legnagyobb gyermekklinikája a pécsi, hangzott el az eseményen. Ezt a számok is alátámasztják, hiszen évente 7-800 fekvő beteget kezelnek, a járó betegellátásra pedig mintegy 8000-en szorulnak. A későbbiekben további fejlesztéseket szeretnének megvalósítani az egészségügyi ellátásban, hogy lépésről lépésre minden osztály korszerűbbé válhasson.